Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 20-án nyári napforduló lesz. Ez egy fontos dátum az évben. Ez egy különleges nap. Hiszen ezen a napon a nap eléri a nappontot, a nyári pontot. A nap a leghosszabb, az éjszaka pedig rövidebb. Ami a múltat, az őseinket illeti, ők ünnepelték ezt a nyári napfordulót. A nyári napfordulóval szemben van a téli napforduló decemberben, amikor pontosan fordítva van. Az éjszaka a leghosszabb, a nap pedig rövidebb. Ha visszatérek most a nyári napfordulóra, itt van egy növény, ami összefüggésben áll ezzel az ünnepséggel, összefüggésben áll a nappal, és ezt a növényt Johanniskrautnak nevezzük. Most nem jut eszembe, hogy magyarul hogy hívják, de mutatom a képet erről a növényről, és biztosan tudjátok, hogy miről van szó. Ezt le is írhatjátok a kommentárba, hogy mi a magyar neve ennek a növénynek. Ebben van az isteni erő, az élet erő, a nap ereje, és ennek van egy gyógyító hatása, hiszen itt egy nagyon fontos gyógynövényről van szó. Most megnézzük azt is, hogy mi történik ezen a napon, hogy mit mutatnak a csillagok. Megemlíteném itt azt is, hogy ezen az estén tartok egy nagy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhettek erre a szertartásra, és az energiai egyensúly az 4000 forint. Ezen a napon, június 20-án a hold a Hiesta holdházban van, ami jelent bölcs gondolatokat, okos döntéseket, vagy azt is jelentheti, hogy valaki segít nekünk rendezni bizonyos dolgokat, vagy hogy jó döntéseket hozzunk. Ezen a napon az is fontos, hogy legyen meg a magabiztos fellépésünk. Ez is összefügg a nappal, hiszen a nap szimbolizálja a mi énünket. És az is fontos, hogy legyen meg ez a kisugárzás, hogy mások észrevegyenek bennünket, hogy megkapjuk az elismerést. És mint említettem, az is fontos, hogy döntéseknél okos, jó döntéseket hozzunk. Ezen a napfordulón az is fontos, hogy mi volt a múltban. Itt voltak csalódások, és ezt el kell engedni. Ezeket a dolgokat le kell zárni, ebben segít ez a szertartás, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, a múlton, ami csalódásokat okozott számunkra. Itt az is fontos, hogy legyen meg az életerő, hogy be tudjuk bizonyítani magunkat. Ami még fontos ezen a napon, ennél a napfordulónál, ezek a szerelmi témák. Hogy legyen egy irány, hogy legyen egy új kezdet, hogy legyen közeledés, hogy legyen egy közös jövő. Legyen meg a könnyűség, és tudjunk nyitottan beszélni érzelmekről, legyenek közös tervek. Ami az érzelmi világunkat illeti, itt kell a nyugalom,
hogy mindig legyen egy kis visszahúzódás, hogy meglegyen a belső egyensúly, hogy legyen egy jó alvás, hogy ki tudjuk pihenni magunkat. Kell nagyon most a nyugalom. És ha ez megvan, akkor megvan az életerő ahhoz, hogy kezdjünk valami újba, vagy tegyük azt, ami lelkesít bennünket, hogy legyenek változások akadályok nélkül. Ami fontos ennél a szertartásnál, ennél a napfordulónál, ez a gyógyító erő. Ezt jelenti ez a gyógynövény is. Azon kívül, ha visszagondolunk a múltba, akkor gyakran átéltünk kellemetlen helyzeteket, ami csalódásokhoz vezetett. Ezt most le tudjuk zárni, és felszabadultnak érezzük magunkat. Azon kívül fontos, hogy meglegyen a fellépés, a magabiztos fellépés, az önbizalom, az is, hogy mások ezt észrevegyék, hogy legyenek sikerek, hogy megkapjuk másoktól az elismerést. A gyermekek is nagy szerepet játszanak ennél a szertartásnál, ennél a napfordulónál, hogy jó kapcsolat legyen a gyermekekkel, hogy legyen meg az életöröm, a vidámság, és ami még fontos lesz, az a párkapcsolat. Hogy legyen egy komoly párkapcsolat, ez kiépíthető, hogy éljük azt, amit elképzelünk, hogy egy álom megvalósuljon, hogy legyenek meg ehhez az alapok. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, és meglátogathatsz a Facebook oldalon. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És ha érdekel ez a szertartás, akkor e-mailen keresztül jelentkezhetsz, hogy mit, hogyan teszünk, mire kell odafigyelni, ezt közlöm veled majd írásban. És nagyon örülnék, ha részt vennél ezen a szertartáson. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!